2015. szeptember 12-én rendezték meg a Máinkaiak első fesztiváljukat, amely a település két legfontosabb gasztronómiai értékéről, a pálinkáról és a pisztrángról szólt. A szombat délutáni jó idő sok ezer látogatót csalt ki a rendezvényre. 13 órától kezdődött a programunk, amikor is a környező falvak kulturális egyesületei léptek fel. Most éppen a nekézsenyi citerások voltak. Ezután még következik Zoltán Erika, aki 17 óra 30 perckor lép fel nálunk, és végig az estében nyúlóan lesznek a programok, még néptáncosok jönnek Sajóvelezről, tombola sorsolás lesz, ahol a hajdúszoboszlói wellness hétvége a fő nyereményünk, és még nagyon sok értékes nyeremény. Miért pont a pálinka, miért pont a pisztráng? Máinkában nagyon régen működik Kós Józsefnéknek, vagyis előtte más tulajdonossal egy pálinka főzde, ami mai napig főzi a finomabbnál finomabb pálinkákat. A pisztránk pedig azért, mert Hors György barátunk Máinkában csinált egy tavat, és ott tenyésztik a pisztrángokat, és mivel adott volt ez a két dolog, így úgy gondoltuk, hogy őrájuk tudunk támaszkodni ebbe a rendezvénybe. Miért tartja fontosnak azt, hogy itt a településen Máinkán egy ilyen kulturális rendezvény kerüljön megrendezésre? Mint elmondtam, Máinkában már most nagyon kevesen élünk, a fiatalok egyre jobban elkerülnek innen, és szeretnénk, ha azt látnák ebbe a faluba, hogy érdemes itt maradni, visszajönni, együtt dolgozni, tenni a faluért és az emberekért. Gazdag programkínálat mellett vetélkedni lehetett saját pálinkával vagy párlattal az első máinkai pálinka és párlatversenyen, amelyet Szicsek János és Kós József név vezette szakmai zsűri rangsorolt. 31 pálinka mintával indultunk. A zsűri elnöke volt a Tiszaföldvári Szicsek Pálinka Főzde Kft. Ügyvezető igazgató tulajdonosa. Ő volt a zsűri elnöke. 6 tagú volt a zsűri, és nagyon-nagyon szép pálinkákat. Azt lehet mondani, hogy óriási minőségi javulás van, és azt nem lehetett mondani, hogy egyetlen pálinkát ki kellett volna zárni, mert lényegében nehéz volt, hogy őszinte legyek, a jók közül a legjobbat megtalálni, úgyhogy szép verseny volt, és tényleg örültem neki. Reméljük, hogy jövőre talán többen fognak neki rugaszkodni, hogy megmérettessék a pálinkájukat. Hogyan látja a mai fesztivál sikerességét, illetve ennek a jövőjét? Hát én úgy gondolom talán, hogy mivel hogy ez az első, egy picit, ugye az időjárás, hogy egy picit kitoltuk szeptemberre, úgy félős volt, de ugye a pálinka miatt a nagy melegbe a nyár közepén nem szerettük volna, hogy akkor nem tudnak fogyasztani azért még annyit sem, mert a nagy melegbe ugye az egy kicsit korlátokat szab. Én úgy érzem, hogy lesz jövője talán, hogyha a fiatalok is úgy akarják, de örülök is, mert tényleg a fiatalok körébe is, mint ahogy régen nem volt becsülete a pálinkának, mert ugye nem igényesen kezelték magát az alapanyagot, nem igazán értettek hozzá az emberek, és most tényleg lassan a fiatalok veszik át, és tényleg egyre szebbek, és egyre különlegesebbek, amik készülnek. Térfőzésbe is ugye természetesen. A mai első máinkai pálinka, illetve pisztránk fesztiválon 2 ezüstérmest is szerzett. Mit lehet erről tudni, illetve mikkel nevezett? 2 pálinkával neveztem, az egyik egy 2014-es megy pálinka, illetve egy idei egy 2015-ös fekete ribizdi pálinka. Mióta foglalkozik ezzel? Igazából gyerekkorom óta főzünk pálinkát, viszont 2 évvel ezelőtt volt az első alkalom, amikor saját szilvapálinkát főztem, és akkor rájöttem, hogy mit lehet kihozni egy pálinkából, mit lehet kihozni egy gyümölcsből. És azóta végül is én is pálinka imádó lettem, úgymond. Mit jelent önnek ez az elismerés? Ez volt az első versenyünk, amire beneveztünk, ezért mindenféleképpen örülünk neki, és nagy megtiszteltetés. Ha ideje engedi, részt vesz-e a második fesztiválon? Hát, hogyha jövőre is hasonlóan jó pálinkát sikerül összehozni, vagy legalább ilyen jót, akkor mindenféleképpen. Ugyancsak nagy vetélkedés folyt a főzőversenyen a legfinomabb pisztráng étel különlegesség címének az elnyeréséért, melyet Hojcsi György vezette zsűri értékelt. A mai nap egy főzőversennyel indult, erről mit lehet tudni? 21-en indultak a versenyen, ebből a végén 19-en nyújtottak be terméket. A zsűri elbírálta,
olyan bírálónk volt, mint Mátyás Rudolf, aki Oscar-díjas szakácsmester, és Vantal Gábor szintén, ők voltak a fő bírálói, és mellette még hárman segédkeztünk benne, mint társadalmi tagok. Három díjat adtunk ki, egy első, egy második, egy harmadik helyezést, de két olyan különleges és érdekes étel is volt, amire két külön díjat adunk majd még. Pisztrángot kellett elkészíteni? Igen, pisztráng volt, minden megkötés nélkül, tehát bármit készíthettek belőle, és az idő se volt meghatározva, 9 órakor indult az egész, volt, aki 9 órakor, volt, aki csak 11 órakor vette át a halat, mindenki 3 halat pisztrángot kapott, és ezt bármilyen módon készíthette, grillezhette, süthette, fóliába, filézhette, tehát semmi megkötés nem volt. Érdekes ízek jöttek ki. Mondjuk egy tendencia talán érződik az utóbbi időknek a házi kerti partiai alapján, hogy hogy készítik az emberek. Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, a fesztivál fővédnöke megnyitó beszédében kiemelte a helyi értékek fontosságát, bemutatását és turisztikai értékekké való emelését. Én nagyon örülök annak, amikor a települések felismerik azt, hogy nem csak egy-egy önkormányzatnak, nem csak a fejlesztés területén vannak feladatai és dolgai, hanem egyszerűen arról is szó van, hogy olyan programokat szervezenek, amikor a településnek az összefogását erősítik. És én úgy gondolom, hogy ez a mai rendezvény, hogyha itt szétnézünk, akkor ezt erősíti és ékes bizonyíték annak, hogy érdemes ilyen rendezvényeket szervezni, hiszen nem csak Máinkából, ahogy szétnéztem az ide látogatók körében, a Bánvölgyéről is sokan megfordultak itt, sőt örömmel mondhatom, hogy nem csak a Bánvölgyéről, hanem Kazincbarcikáról és a környékről is többen kilátogattak ide. Tehát mindez azt bizonyítja, hogy igenis van létjogosultsága, és van helye annak, hogy bemutassuk a helyi értékeket itt Máinkán is. És annak külön örülök, hogy az önkormányzat nagyon komolyan gondolja azt polgármester úrnak a vezetésével, hogy az infrastruktúrális fejlesztéseken kívül ilyen rendezvényeknek is helyet kell adni. És amit még ki kell emelnünk, az pedig az, hogy a civil szervezeteknek az összefogása. Ugyanis ez a Pálinka Fesztivál nem az önkormányzat egyedüli rendezvénye, hanem az önkormányzat, az itt évő, helyben élő és működtető pálinka főzdéstek az érdeme, valamint ugye van itt Máinkán egy pisztrángos tó, és ez nagyon jól megtalálta az összhangot, hogy egy ilyen pálinka fesztivált és egy pisztráng sütő versenyt is létre lehetett hozni. És én azt hiszem, hogy ezek azok az alapok, amelyek megalapozzák azt, hogy összejön egy településnek a közössége, és érezzék azt tulajdonképpen, hogy ebben a csodálatos környezetben, most itt szétézünk a Bükk lábánál, hogy bizony jó nekünk itt élni, és jó nekünk itt lenni. Györfi Gábor polgármester véleménye szerint a fesztivál sikere minden várakozásukat felülmúlta, amit jól mutat a nagyszámú résztvevő. Lesz második Máinkai Pálinka és Pisztránk Fesztivál, amelyet még nagyobb profizmussal szerveznek meg. Mi a fesztiválnak a legfontosabb célja? A célunk az, hogy ezt egy alapokról kezdtük el építeni, és ezt minél magasabbra, színvonalasabbra próbáljuk az elkövetkezendő években építeni, és nyilván hát a hagyomány teljesen úgy nő ki magát, hogy ez akár 20 év múlva is, hogyha a vezetőség vagy akárki változások lesznek itt a elkövetkezendő választásokon, ez akkor is működjön és üzemeljen. És itt már inkább mindenki úgy érzi magát, és találja meg a számítását, amire éppen ide eljön erre a fesztiválra.